Történelmi okok vezettek oda, hogy elkerülhetetlenné lett a trianoni békedekrétum aláírása. Felbomlott Európa egyik vezető hatalma az osztrák-magyar monarchia, melyben a nemzetiségi problémák nem tisztázódtak az idők során, eközben a Balkánon létrejött nemzetállamok irredentizmusa is felerősödött. Ebben a helyzetben az első világégést követően a vesztes Magyarország számára előre kiszámítható volt, hogy minden erőfeszítés hiába való, a győztesek olyan békeszerződést készítenek, mely minden tekintetben hátrányos lesz Magyarország számára. Nagyhatalmaknak nem árt érdekében az, hogy fenntartsák az osztrák-magyar monarchiát, mint ahogy a korábbi évszázadokban ez érdekükben állt, hogy egy középső birodalom ellensúlyozza az orosz birodalom erejét, ekkor már nem volt érdekük, hogy megtartsák a monarchiát. Ezen kívül Magyarországon a háború elvesztését követően olyan kaotikus helyzetek alakultak ki, hogy a kormányzatok nem tudtak jelentős erőt képviselni amivel megállíthatták volna ezeket az elszakadási törekvéseket. Tehát nem tudtak időben kiutazni például a békekonferenciára, csak 1920. januárjában ment ki a magyar békedelegáció Párizsba, akkor pedig már teljesen veszett fejszennyele volt, tehát nem tudtak érdemben változtatni a békeszerződés szövegén. A nagyhatalmi érdekek sokkal fontosabbak voltak, mint az, hogy a magyar békedelegáció kint van, vagy nincs kint, de valamennyit valószínűleg tudtak volna alakítani. A háború befejezésének, a békeszerződéseknek egy nagyon-nagyon nagy hibája volt az, hogy a vesztes feleket eleve háborús bűnösnek mondták ki. Tehát a vesztes feleket megalázták a békeszerződésekkel, nem csak Magyarországot, a többi vesztes államot is, a területek olyan mértékű elcsatolásával, mint ami történt, és a jóvetételek aránytalanságával a megalázottságuk a vesztes feleknek olyan mértékű volt, hogy ez megalapozta a későbbi konfliktusoknak az alapjait. Történelmünket végigkíséri a vallási ereklyék és a nemzeti jelképek tisztelete, hiszen ezek nemzeti identitásunk szerves részét képezik. A trianoni békedekrétum okozta trauma következtében még inkább előtérbe kerültek a magyar nemzeti ereklyék. Számos olyan tárgy került kereskedelmi forgalomban, mely nemzeti témájú képeket, szövegeket közvetített. A cél az volt, hogy minél több magyar ember számára elérhetővé tegyék az alapvető identitásképző szimbólumokat. Pont az igazságtalanság miatt alakult úgy, hogy a revízió vágya szinte azonnal fellépett. A revízió a politika középpontjába került, az irredentizmus pedig az egész társadalom életét áthatotta. Nem csak a szemlélet volt, tárgyi jelek is voltak, számos olyan tárgy került kereskedelmi forgalomba például, amelyek nemzeti témájú képeket és szövegeket közvetítettek. Ennek az volt a célja, hogy ezeket az identitásképző, ezeket az alap identitásképző szimbólumokat az egyszerű ember számára elérhetővé tegyék, hogy ezeket egy valós, személyes élményanyaggá alakítsák, és így személyes élményé formálják az emberekben. Gyakorlatilag iparág épült ki ezeknek a tárgyaknak a gyártására. A végén már a mindennapi használati tárgyak szintjén jelentek meg a revizionista gondolatok. A végén már a hétköznapi tárgyakon is visszaköszöntek ezek az akkor megjelent és ma is ismert mondatok és jelszavak, például a nem-nem soha, mindent vissza, igazságot Magyarországnak, Nagy Magyarország képek mindenhol rajta voltak. Ebben a hónapban a hónap műtárjának ezt a nemzeti ereklyét választottuk. Ez egy irredenta plakett, amelyet az Országos Magyar Hadimúzeum Egyesület adott ki az 1920-as években. A plaketten a felirat a következő: nemzeti ereklye, 63 vármegyénk vérrel, verejtékkel áztatott földjéből hűséggel őrizzük-e néhány porszemet. Ezer éves jussunk, igazságunk megszentelt pecsétje ez. A plaketten található egy földdel töltött részszelence, amely körül a szózat egy emblematikus sora olvasható, ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt. És ha megfordítjuk, akkor a plakett hátulján egy körpecsét található, amelynek a felirata a következő: ő felsége József királyi herceg fővédnöksége alatt álló Országos Magyar Hadimúzeum Egyesület. Ez az Országos Magyar Hadimúzeum Egyesület, amelyet a Magyar Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum alapított 1924-ben. 1929-ig állt fent ez az egyesület, és a feladatai között találjuk a
hadi személyek, események és színhelyek kultuszának ápolását. Tehát ők adták ki ezeket a nemzeti ereklyéket, és ők tanúsították, hogy a benne lévő föld hiteles. Tehát hitelesítették ezáltal a pecséttel. Nem csak ilyen plaketteket készítettek, hanem ezt a nemzeti ereklyét elkészítették oklevél, díszoklevél formájában is. Ez két változatban volt elérhető, névre szóló volt mindenképpen, a kisebb változatot a magánszemélyek, a nagyobbat pedig a hivatalok vásárolhatták meg. Még egy érdekesség, hogy a nemzeti ereklyének egy díszváltozatát a Nemzeti Ereklye Országos Bizottsága, mert ilyen is volt abban az időben, Lord Radermernek ajándékozta. Az angol lord akkor vált rendkívül népszerűvé Magyarországon, amikor élesen bírálta a trianoni békeszerződést Magyarország helye a nap alatt című cikkében, a saját lapjában, a Daily Mailben. Ezekben a mementónak szánt jelképes tárgyakban a két világháború közti korszak emberei hitüket, értékrendjüket, fájdalmukat fejezték ki. Egy megmásíthatatlan döntés miatt, mely gyökeresen átformálta életüket.